nyomoz a rendőrség az egyik legnagyobb magyar őssejtbanknál, a hivatalos megfogalmazás szerint emberi test tiltott felhasználásának gyanúja miatt. A CryoSave nevű vállalat magyarországi központja hetek óta zárva van, telefonon nem elérhetők, svájci irodájukat csak tájékoztatást angolul. Az M1 is hiába kereste a céget, megkereséseinkre nem reagáltak. Az érintettek most internetes csoportba tömörülve próbálnak információkhoz jutni. Európa vezető őssejtbankjaként hirdeti magát a világhálón a CryoSave. Több videójuk is elérhető, amelyekben részletesen bemutatják tevékenységüket. Azt hirdetik, hogy a születéskor levett ősejtet futárszolgálattal szállítják Magyarországról Genfbe, ebbe a laboratóriumba. A mintákat több egységre bontják, speciális kazettákba teszik és mínusz 196 fokon tárolják. Az összeállítás szerint több tízezer magyar gyermek őssejtjét őrzik. Köztük a 2 hónapos Leóét. Szülei azért szerződtek le a vállalattal, mert 2 másik gyermekük köldökzsinór vérét is ők tárolják. Korábban nem volt gond, de most a minta elszállítása után semmilyen értesítést nem kaptak, még a számlát sem küldték meg. Ezért felhívták a központi telefonszámot, de azt Svájcban egy angolul beszélő ügyintéző vette fel, és azt mondta, hogy a magyar irodát határozatlan időre bezárták. Megkérdeztem, hogy mi történt a május 2-én született gyermekemnek a mintáival, mert arról még nem kaptam semmilyen értesítést. Azt mondta, hogy utána néz és visszahívnak. Ez 2 nappal később, hétfőn meg is történt, visszahívtak. És akkor küldték el az őssejt minták megérkezéséről szóló igazolást, a letárolásról szóló igazolást és a számlát. A CryoSave magyarországi központja Budapesten a 14. kerületben található. A helyszínen semmi sem jelzi, hogy az iroda zárva lenne, de az ügyfelek hetek óta hiába jönnek ide, a kapunál beljebb nem jutnak. A vállalat magyar telefonszámai egyáltalán nem kapcsolhatók, még a szakmai tanácsadók sem. Megpróbáltuk mi is, nem jártunk sikerrel. A hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható. Az Őssejtbank magyar honlapja viszont működik, még szerződést is lehet kötni online, az alapcsomag közel 400, a kombinált 600 000 forintba kerül. A portálon megadott elérhetőségekre írásban is elküldtük kérdéseinket, de választ egyelőre nem kaptunk. A rendőrség azt a tájékoztatást adta, hogy nyomoznak az ügyben. Emberi test tiltott felhasználásának gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az egyik legnagyobb közösségi oldalon a szülők létrehoztak egy csoportot, CryoSave károsultak néven már több mint 400 tagja van. Egymásnak próbálnak segíteni és információt adni. Ez a győri édesanyja is így próbál tájékozódni. A most 3 éves lánya köldökzsinór vérét tároltatta el a céggel, és várja a második gyermekét, de már nem biztos abban, hogy megismétli az eljárást. Azt mondja, elbizonytalanodott, és reméli, hogy nem verték át. Kételkedem benne, hogy most ez mennyire jó. Igazából ezt ugye nyilván akkor derül neki, hogyha esetleg valamilyen betegség lenne, vagy szükség lenne rá bármilyen formában. De úgy gondolom, hogy mivel most jelenleg 25 évre van eltéve neki, ha még el van téve a mintája, 25 év alatt az orvostudomány rengeteget fejlődhet. Magyarországon 2002 óta lehet levetetni szüléskor az őssejtet, bár ezek későbbi terápiás célú felhasználása még kiforratlan, az eljárás az utóbbi években rendkívül népszerű lett. Több vállalkozás is nyújt ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat.